Ismét medvegázolás történt Szeben megyében. Tegnap este Bojca községnél a 7-es országúton két medvét gázoltak el, egyikük elpusztult. A balesetben két személygépkocsi és egy teherautó rongálódott meg, személyi sérülés nem történt, ugyanakkor Szeliscsénél egy másik medve kiment az A1-es autópályára, miután előtte bejárta az útügyi igazgatóság udvarát. Egy kamion elütötte a nagy vadat, de az állat utána elmenekült. Élő telefonos kapcsolatban vagyunk Elekes Róberttel, a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság szóvivőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem ez az első eset, hogy medve téved az autópályára. Augusztusban két medvét gázoltak el, mindkettő elpusztult, aztán tegnap ismét medvejárás volt. Összefoglalná, hogy mi történt? Igazából ez már sajnos már a negyedik eset ebben az évben, és úgy látszik, hogy egyre gyakrabban történnek ilyenszerű, hát nem is tudom minek, incidensek. Az történt az este 9 óra után pár perccel, a biztonsági kamerák is rögzítették, ahogy egy nagyméretű medve, több mint 300 kilós medve átsétál az ottani központunkon. Itt a gond az, hogy az udvaron abban a pillanatban körülbelül 10 személy tartózkodott, ott egy rendőrségi központ is van, és többen voltak, akik ilyen-olyan ügyeket intéztek, egy baleset történt azelőtt, és hát ezek az emberek között sétált át ez a medve. Utána kiszaladt az autópályára, ahol, amint mondani is tetszett, egy nyelges vontató elütötte. Szerencsére ezúttal a medve valószínű a nagy méretei miatt is megmenekült, és visszaszaladt Szeliste irányába. Ez történt az este, sajnos mondom, hogy már ez a negyedik ilyen incidens, ami az A1-es autópályán történt. Az autópályákon vannak vadátjárók, illetve kerítések. Hogyan fordulhat elő mégis, hogy ezek a nagyvadak az utakra kerülnek? Hát ugye vadállatokról beszélünk, itt igazából őket nem lehet ellenőrizni, hogy milyen irányba mennek. Sajnos eddig is, ami történt a többi három esetben is, majdnem minden alkalommal egy átjáró, vadátjáró közelében történtek ezek a balesetek. Különben nagyon-nagyon sok ilyen híd van, meg olyan helyek, ahol az autópálya alatt is át tudnak menni az állatok. Van egy alagút is, ami fölött át tudnak menni, ott egy erdő is van. Tehát sok ilyen hely van, de sajnos itt vadállatokról beszélünk, ők igazából nem lehet ellenőrizni, hogy milyen irányba mennek. És hát ugye az autópályán végig kerítés is van, ez a vadállatok nagy többségét megállítja, de a medvék ellen viszont nem hatékony, mivel ők nagyon-nagyon jól másznak, tehát az a másfél méter, két méteres kerítés nekük nem egy akadály. Ön úgy fogalmazott, hogy ellenőrizhetetlenné vált a helyzet, mégis mit tehetnek a megelőzés érdekében? Igazából mi valami keveset tehetünk, hát most beszélgettünk olyanokról is, hogy esetleg villanypásztorokat felszerelni az autópálya szélén, viszont itt közel 40-50 kilométer autópályáról van szó, ezt lefödni villanypásztorral eléggé költséges lenne, és plusz nem tudom, mennyire hatékony lenne ez a dolog, ugye hát ezt a szakértőket kell megkérdezni, de ami az este is történt, például ott a szelistei bekötő úton ment be a medve, ott soha nem lesz kerítés, az egy út, azt nem lehet elkeríteni, tehát a medve gyakorlatilag az úton ment végig, bejött a mi udvarunkra, onnan jutott az autópár, és utána visszaszaladt az úton. Tehát ott, hogyha felszerelünk mindenhol a villanypásztort, akkor sem lesz ott, tehát lesznek olyan helyek, ahol be fognak tudni menni. Itt sajnos egyetlen megoldás, ugye hát a szakszervek részéről jöhet, a vadőrök részéről, vagy vadászterületek adminisztrátorai részéről, őkkel megoldják, úgymond elfogyják a problémát az eredeténél. Tehát ezeket az állatokat az erdőben kéne tartani, és nem kéne kiussanak az autópályákra, főleg ilyen helyeken, ugyanis itt a Szeliste környékén nem is igazán van erdő, tehát valahogy a város irányából jött ez a medve. Elég furcsa helyzetről beszélünk, és azért mondom, hogy itt lehet, hogy nem az a megoldás, hogy villanypásztorral körbevesszük az autópályát, ez egyrészt nem hatékony, másrészt nagyon drága, harmadszor az eredeténél kéne elfolytani valahogy ezt a gondot, mert úgy látszik, hogy ez most már egy jelenség lett, és egyre gyakrabban megtörténik ez a dolog. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen.